Köszöntöm nézőinket! Augusztus 2-án kezdődik a 26. Szent Lőrinci Gazdanapok rendezvénysorozata. Erről fogunk beszélgetni itt a Vállalkozói Központban az ügyvezető igazgatóval. Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Beszélünk a programokról, beszélünk az eseményről. Ez ugyebár egy vásár, egy szakkiállítás. Melyik oldaláról közelítsük meg, illetve induljunk el az egyik úton. Mit emel neki, mi a legfontosabb része ennek az eseménysorozatnak? Ha egy mondatban kell megfogalmaznom, akkor a filozófiánk sok éve ugyanaz, a szántóföldtől az asztalig. Ebben minden megjelenik, hiszen ott vannak a vásár gerincét 26 éve adó mezőgépészek, a mezőgazdasági kiállítók, a nagy kereskedők, azok a kiállítóink, akikre alapozva indult el valamikor ez a rendezvény, de emellett megjelennek a helyi termelők, a helyi termékek, az őstermelők és minden egyéb szórakoztató program, ami egy családot is oda tud vonzani. Ugyebár a szántóföldtől az asztalig nem is gondolná az ember, hogy valójában ez egy milyen hosszú lánc, milyen hosszú folyamat. Kezdjük a legelején, amikor elvetik a magot, és hát abból nevelni kell a növényt, aztán aratni kell, abból élelmiszert kell csinálni. Sok szereplős láncolat ez, és hát a kiállítók is ehhez igazodtak, hiszen tényleg a földművestől, a élelmiszerkészítőig mindenki megjelenik ezen a kiállításon. És nem is beszélve az állattartókról, külön szekcióban. Összesen hányan lesznek, hány kiállító lesz? Tehát az idei évben rekordot döntöttünk a kiállítók számát tekintve, több mint 430 kiállító vesz részt. 8 hektáros területünk van, tehát a terület a maga nagysága az adott. Azon belül csak struktúra átalakítással tudtunk még helyet biztosítani az egyre nagyobb igényeknek, ami jelentkezik mind a mezőgazdaság, mind az élelmiszeripar is, mind a helyi termelők részéről. Közel 800 kis állat kerül kiállításra az idei évben, úgyhogy nagyon fajta gazdag lesz idén is a kis állat kiállítás, ami egyébként a gyerekek kedvence, és itt szeretném kiemelni és megdicsérni a legfiatalabb kiállítónkat, aki szintén az állattenyésztés területéről érkezik, egy 5 éves kisfiú. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy a generációkon átívelő programról is beszélhetünk már. Ő önállóan indult, vagy gondolom azért a szülei jelentkeztek be és kértek helyet az ő kis bemutatójának, nem? A szülei is jelen vannak évről évre, és ő szívesen veszi át ezt, és ott kalauzolja az odalátogatókat, tehát sok éve jelen van, egyébként sok éve, 5 éve, tehát sok éve jelen van a vásár forgatagában, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy az 5 évestől a 95 évesig tényleg mindenki megjelenik ezen a rendezvényen, nem csak mint látogató, hanem mint kiállító, vagy mint szakmai partner. Jó ezt hallani, hiszen azért fel-fel röppennek olyan hírek, hogy a mezőgazdaságban is kiöregedés van, nincs utánpótlás, nem szívesen foglalkoznak ezzel a területtel a fiatalok, és hát az ilyen vásárok, az ilyen bemutatkozási lehetőségek talán felhívják a figyelmet, hogy milyen szép is ez a terület. Talán ez is az egyik cél lehet, nem? Talán ez is az egyik cél, így van. Ez tényleg nagyon nagy probléma, főleg a családi gazdaságoknál már látjuk a generáción átívelés, hogy hogyan tudják átadni, egyáltalán akarják átvenni a gyerekek, vagy az utánunk jövő generáció azt a fajta tudást, tapasztalatot, ami bennünk van. Ennek megerősítésére indítottuk tavaly útjára a rendezvényt a rendezvényen belül, ez a Gazdanapok Ászai nevét viseli. Tavaly volt ugye 25 éves a vásárunk, és ennek volt egy olyan üzenete, hogy a 25 év az egyfajta generációváltás. Ebből a gondolatból kiindulva megkerestem a Baranya megyei DASZK képzőintézményeket, a mezőgazdasági iskolák tanulóit, és egy játékos kis versenyt indítottunk nekik, aminek az volt a célja, hogy találják meg a fiatalokat, a fiatalok a jövőjüket a mezőgazdaságban, hogy lássák önmagukat az agráriumban, hogy higgyék el, hogy van benne innováció, van benne lehetőség és jövőkép. Ez annyira sikeres volt, hogy az idei évben a Dél-Dunántúli régió összes intézménye jelen lesz ezen a rendezvényen, vagy kis versenyen, úgyhogy 6 iskolás csoporttal fognak találkozni majd az ide látogatók a szombati forgatagban.
különböző feladatok lesznek a gyerekeknek. Szeretném, hogyha az ágazaton belül is megismernék egymás területeit, hiszen vannak iskolák, ahol a borászat és a szőlészet az erős, vannak iskolák, ahol az állattenyésztés, és van, ahol az agrárium egyéb területei, és nincs rálátásuk egymás szakmájára. Ezért minden ágazatból próbálunk egy-egy feladatot adni a gyerekeknek, egyrészt azért, hogy ne legyen aránytalanság a feladatok között, másrészt pedig azért, hogy meg is ismerjék. Úgyhogy ez egy nagyon jó kezdeményezésnek látszik. Reméljük, hogy majd megtalálják ebben a jövőjüket a gyerekek. Tavaly nem csak verseny volt közöttük, hanem komoly ajándékokat is kaptak. Tehát érdemes volt benevezniük, elindulniuk. Idén mi a helyzet? Tavaly Horvátország volt a partnerünk, és így a fődíj, az isztriai sonkaversenyre vittük el a gyerekeket, ahol láthatták azt, hogy az Isztrián hogyan, milyen technológiával készítik a sonkát, nem úgy, ahogy mi, hanem egy másfajta technológiát alkalmaznak, elvittük őket egy sonkaszárítóba, egy-két farmra, ahol az alapanyagokat gyártják, helyi termelőkhöz helyi termékeket mutattunk be. Az idei évben pedig Székelyföld lesz a partnerrégiónk, és ebből következik, hogy az első helyezettet Erdélybe visszük, még pedig az Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztiválra szeptember közepén, ami szintén egy vásári forgatag, de nem az lenne a cél, hogy 2-3 napig ott lődörögjenek, hanem ugyanúgy homorú dalmáson elvisszük őket egy termelőhöz, és a helyiek segítségével megnézhetik, hogy ott milyen technológiával hogyan készítik a helyi termékeket. Tényleg, ha már partner ország, partner régió, mennyire vált be ez a koncepció? Tehát mennyire sikeres ez a fajta együttműködés országok vagy régiók között? Említette, hogy most Székelyföld lesz a úgymond díszvendég. Erre a kérdésre talán a számokkal tudok a legjobban válaszolni, hiszen a tavalyi kezdeményezésünk után idén horvát kiállítónk több mint 25 érkezik Horvátországból. Tehát ez a fajta együttműködés ezek szerint működik, mert közvetlenül kerestek már minket ezek a cégek, és különböző gazdasági kapcsolatok indultak el a partnerországok között. Székelyföldről idén 27 kiállítónk érkezik, és bízunk benne, hogy jövőre is itt köszönhetjük majd őket. Akkor egy-két év is már átnevezhetjük ezt a mezőgazdasági vásárt Szentlőrinci nemzetközi gazdanapokká ezek szerint? Tehát nemzetközi esélyedik ez a fesztivál, hát már fesztivál hangulat van, de szakkiállításról van szó. Igen, ezt abszolút mondhatom, hogy ez már nemzetközi szinten is egy elismert rendezvény. Ez a földrajzi adottságunkból kezdődött, hiszen itt csak a Dráva választ el minket a horvát partnereinkkel, és vannak sok éves együttműködésünk a Verőcei vásárral, a Bielovári vásárral, ahol rendszeresen megjelenünk egymás rendezvényein, de nyilván ennél sokkal többet szerettünk volna. Szerettük volna, ha ezek a cégek megtalálják itt a magyar partnereiket, nem feltétlenül csak interregben vagy pályázatokban gondolkodunk, hanem közvetlen gazdasági kapcsolatok induljanak el ezek között a vállalkozások között, ami a régiókra, és így a megyénkre is természetesen hatással lesz. Tavaly együttműködést is kötöttek például a horvát és a magyar méhészek, és hát ilyenfajta együttműködések elképzelhetők a jövőben is, nem? Igen, ez lenne a cél, így van, hogy a szakmai szervezetek ugyanúgy megtalálják egymást, és ez egy nagyon alkalmas helyszín arra, hogy ez megtörténjen, hiszen a Szentlőrinci gazdanapokon egy időben egy helyrajzi számon tömörülnek mind a szakmai szervezetek, mind a látogatók, a kiállítók, és a szakmai iránt érdeklődők is. Szakmáról is beszéljünk egy picit, hiszen azért előadások, különböző tematikus napok, délutánok is lesznek. Miről hallhatnak a gazdák, illetve milyen előadók érkeznek, kik érkeznek Szentlőrincre? A pénteki nap az már megszokhatták tőlünk, a protokoll és a megnyitó, illetve a szakmának a napja. A szakmai rendezvények tekintetében a precíziós gazdálkodástól az agrárfinanszírozásig, amit a takarékcsoport, mint fő támogatónk fog lebonyolítani, egy agrárfinanszírozási kerekasztalt. Azon kívül mindig olyan
próbálunk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együtt olyan témákat és területeket felteríteni és körüljárni, ami az agrárszaktanácsadók részére is nagyon fontos információkat tartalmaz. Éppen ezért ez a rendezvény sok éve már ezen szaktanácsadók részére egy akkreditált ajánlott rendezvényé vált. Azt a mindenit, erről nem is tudtam. Viszont ha már precíziós mezőgazdaság, illetve új technológiák, napról napra halljuk a hírekben, hogy micsoda fejlődés van ezen a vonalon, csak az új gépekre, az új technológiák megjelenésére gondolva. Ez a terület nagyon felzárkózik ahhoz a színvonalhoz, amit más területeken is látunk a technológiai fejlődésben. Hogy látja ez? Mit gondol erről? Igen, ez valóban így van, és a Szentlőrinci Gazdanapok keretén belül ezeket a gépeket működésben tudják megtekinteni a szakma iránt érdeklődők. Tehát a szántóföldi bemutató, ami egy látogató számára csak egy show, a szakma számára egy rendkívül fontos lehetőség, hogy azt a például idén itt újdonságként bemutatnak egy Ferguson Ideal Combine működésben. Nagy lelkesedéssel várja a szakma, hiszen ez egy újítással felépített gépezet, amire mi helyszínt tudunk biztosítani, hogy pontosan lássák, hogy hogy működik, hogy tudják a saját gazdaságukban hasznosítani a későbbiekben. Úgyhogy ezért már nem csak a pénteki napon tartunk szántóföldi bemutatót, hanem szombaton is, mivel olyan nagy az érdeklődés, hogy ki tudják próbálni és látni ezeket az eszközöket. És gondolom akkor az is átjön, tehát a úgymond civileknek és kívülállóknak is, hogy ez a fajta fejlődés arról szól valahol lefordítva, hogy minél hatékonyabban, minél gazdaságosabban, minél pontosabban és minél jobban maximalizálva azt a lehetőséget, amit ad a termőföld, azt ki tudják használni a gazdák. Nyilván ez a cél az ilyen nagy típusú gazdáknál, ahol nagy területekkel rendelkeznek, ahol olyan mezőgazdasági kultúrákat termesztenek, amelyekre ez alkalmas. De van egy másik szegmens, és az pedig a helyi termék. Tehát nyilván ott egy más fajta, inkább kézműves termékről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy helyi termék. De én szeretem inkább másképp nevezni és helyi értéknek mondani, mert nem feltétlenül helyi termék, mondjuk egy cukrászdában elkészített finomság, ami egy térségnek egy vonzerejét adhatja, mert Olaszországból szerzi be a mascarpone-t hozzá, de attól még helyi értéket képvisel. Ugyanúgy helyi termék az, hogyha a szomszédomtól veszem meg az almát vagy a sárgarépát. Tehát, hogy ennek ma divatja van. Én azt gondolom, hogy ez volt a múltunk, valamikor így működtünk kis településeken belül, hogy nekem ez volt, neked meg amaz, nekem tyúkom van, neked pedig gyümölcsöd, de a jövő is ez lesz, ez kell, hogy legyen. Ma már van egyfajta igény az ilyen termékekre, van rá fizetőképes kereslet is, sőt, mondhatom, hogy trendi lett, divat lett helyi terméket vásárolni, és a Szentlőrinci Gazdanapok keretén belül ezeket a termékeket megtalálhatják az ide látogatók, az érdeklődők, és talán még egy-két szó csak az egészről, hogy a helyi termék az bizalmi termék. És amikor a termelő az arcát adja hozzá, attól válik részemről, legalábbis attól válik hitelessé. Így van. De azért egy picit beszéljünk arról, hogy mennyire gazdag az a réteg, az a termelői réteg, csúnyán fogalmazva, azok a lelkes emberek, akik otthon megcsinálják a kis lekvárjukat például, vagy valami más terméket is kimennek fel a piacra, mennyire jelentkeznek például a gazdanapokra, mennyire akarják megmutatni magukat, milyen gazdag ez a réteg, és hát milyen termékektől indulunk, és hova érkezünk, tehát milyen széles spektrumot fednek le erről, mit lehet mondani? Hát azt gondolom, hogy mindent, ami az élelmiszeriparban megjelenik, és akkor itt mondhatom akár a technológiát is, tehát a technológiától egészen a termékig, hiszen a nagy kiállítók, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság teljes vertikumát bemutatják, de a kistermelők pedig magát a terméket tudják bemutatni, amihez kapcsolódik. Ha konkrétan kell mondanom, akkor a csokoládétól a sajtig, tehát a füstölt árutól elkezdve minden meg fog jelenni a vásár forgatagában,
és hát remélem, hogy találnak majd új ízeket, új illatokat, vagy ha nem újat, talán azt, amit gyerekkorunkban éreztünk. Valamikor az lenne a cél, hogy végig sétálunk a vásártéren, és amikor megkóstolok valamit, akkor visszahozzam azt az ízvilágot, amit gyerekkoromban éreztem. Talán emlékeznek rá, hogy egyszer a 2 éve talán a köszöntőmben is arról meséltem, hogy én falusi lány vagyok, és én erre nagyon büszke vagyok, és ezeket folyamatosan keresem, és tudatosan keresem. És hiszem, hogy nem én vagyok az egyedüli, sőt látjuk, hogy nem, hiszen a Baranya megyei Vállalkozói Központ rendszeresen szervez termelői vásárokat, termelői piacokat. Egy kicsit átalakítottuk ennek a struktúráját, mert tematikus vásárokká alakítottuk, láttuk azt, hogy inkább arra van igénye az ide látogatóknak, hogy egy termék köré teremtsünk mindent. Ilyen például tavasszal a sonkanapok, amikor minden a sonkáról, a füstöltáruról szól, amikor versenyt szervezünk e köré, és ezen a versenyen megjelenni ma már előnyt jelent, mert egy első díjjal sokkal drágábban, jobb áron tudja értékesíteni a termelő az értékét, tehát neki ez nyilván jobb. A vásárló meg pontosan tudja, hogy mit kap. Itt megkóstolhatja, megízlelheti, véleményt alkothat, találkozhat a termelővel, megkérdezheti a technológiát, pontosan tudja, hogy hogy készült az a termék, amit odarak a gyermekei elé az asztalra. Ha már kóstoltatás, illetve a magyar termékek bemutatása, például ehhez kapcsolódik az Agrárgazdasági Kamarának is az akciója, ők például a dinnyét, vagy más termékeket is szívesen bemutatnak a vásáron, akár idén is lesz ilyesmi, mert tavaly volt. Idén is lesz természetesen. A pénteki napon, a megnyitó után egész kapuzárásig, vásárzárásig ormansági dinnye kóstoló lesz. Ugyanez szombaton is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a sátránál, illetve a vadászkamara pedig a vadhús népszerűsítése érdekében vaddisznó pörköltet fog főzni, úgyhogy szombaton 300 adag kerül kiosztásra, úgyhogy várjuk a tisztelt látogatókat, hogy kóstolják majd meg újra, hogy tavaly is ugyanúgy megtalálják az Ápavilonban őket. Beszéltünk az elején arról, hogy azért ez egy családi rendezvény is olyan szempontból, hogy a gyerekek például a kisállatudvarban, a kisállat része mennyire szívesen játszanak, vagy megnézik a kis állatkákat. Idén is gondolom ez ugyanúgy megmarad, illetve hát a különböző fajták, fajta bemutatók is gondolom megtartják majd. Természetesen minden ide látogatónak próbálunk olyan szórakoztató programokat és olyan elemeket bevinni a vásár forgatagába, ami bármilyen korosztályt megszólít. A gyerekek nyilván ilyen szempontból kiemelten fontosak, egyrészt azért, mert egy ilyen rurális megyében, mint Baranya, kötelességünk ezzel foglalkozni, másrészt azért, mert hát nyilván a szülő is akkor érzi jól magát, ha a gyermek jól érzi magát, tehát ezt tudom magamról. Úgyhogy nem csak az állatkiállítás területén, hanem a traktorok például nagyon vonzák a gyerekeket, imádják, de lesznek egyéb programok. Kiemelném itt a tematikus udvarainkat, amiket most már sok éve viszünk, itt a Kátsza udvar, a Kátsza tanya szervezésében a Baranya udvar, ahol megjelennek a baranyai tájfajták, a baranyai óriásnyúl, tehát azok a fajták, amik Baranyára jellemzőek, ez a kis állatkiállítás szomszédságában található majd, itt lesz a hidegvérű lovak bemutatója, illetve szeretném itt kiemelni azt, hogy egy születésnapot is ünneplünk a hidegvérű lovakkal kapcsolatban, mert a magának, a fajtának az 50. és a létrehozott egyesületnek a 30. születésnapját fogjuk itt ünnepelni, úgyhogy nagy számban fogják majd megtekinteni a kiállított állatokat. De ez mellett, ami nagyon sok látogatót vonz, az a vasárnap, és itt pedig a vágta, hiszen a Szentlőrinci vágta az a nemzeti vágta előfutama, ahol a tét az a nemzeti vágtára való bejutás. Így van, hát az lesz talán a csúcspont ilyen szempontból, hogy ott komoly tétje van annak a versenynek. Azért visszatérve, összefoglalva egy kicsit ezeket a napokat,
Elégséges a három nap, sok a három nap, kevés a három nap, mi a helyzet? Azért itt figyelembe kell venni sok mindent, például, hogy élő állatok is vannak a vásáron, hát őket nem lehet ott tartani egy hétig, kettőig, tehát azért bizonyos határokat be kell tartani, viszont annyi mindent lehetne megmutatni, vagy kell megmutatni, hogy lehet, hogy ez a három nap kevés, vagy a terület kicsi például, mert már ilyet is hallottam, hogy kezdik kinőni ezt a területet. Tehát ha a három napot kérdezzük, ha a kollégáimat kérdezném, akkor biztos azt mondják, hogy sok. Ha a kiállítókat és a látogatókat, akkor kevés. De azt gondolom, hogy ez egy ideális három nap, amit meg lehet tölteni úgy tartalommal, szakmailag, szórakoztató programokkal, gasztronómiával, hogy az tényleg mindenkinek adjon valami pluszt, és már nagyon várja a következő évi vásárnyitást. Tehát akkor marad ez a háromnapos eseménysorozat, ezen nem változtatnak, és akkor a területhez meg alkalmazkodnak, ahogy tudnak. Nincs más lehetőségünk, tehát a mi főtámogatónk Szent Lőrinci Önkormányzat segítségével tudjuk nyilván megszervezni ezt a rendezvényt évről évre, és hát az ő adottságaikhoz kell alkalmazkodnunk, tehát ezen a területen belül a 8 hektárt belakva próbáljuk minél tartalmasabban összetenni a Szent Lőrinci Gazdanapok programsorozatot. Mi lehet a gazdanapok jövője? Tehát azért gondolom szervezőként előre tekintenek egy-két, öt, tíz évre talán, de lehet, hogy ez túl sok. De lényeg az, hogy egy jövőkép mindenképp kell, hogy legyen a vásárt megalkotók, megszervezők előtt. Mi lehet ez? Biztos vagyok benne, hogy a Szent Lőrinci Gazdanapoknak van jövője ezen a területen, és Baranyán belül is, hiszen azért Dél-Dunántúli régió harmadik legnagyobb agrár vagy mezőgazdasági kiállításáról beszélünk, tehát ezt nem lehet máról hónapra abba hagyni, és nyilván nem is kívánjuk, mert szeretnénk bemutatni vállalkozói központként kötelességünk is bemutatni, hiszen az agrárvállalkozó is egyfajta vállalkozó, az őstermelő is egyfajta vállalkozó, a helyi termelő is értéket állít elő, tehát ezzel valakinek kell foglalkozni, és ezt a vállalkozói központ 26 évvel ezelőtt felvállalta ezt a feladatot, tehát nekünk tovább kell ezt vinni. Nyilván az lenne a cél, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a kiállítók, de nem azért, hogy sokan legyünk, hanem azért, hogy találkozzanak, hogy tapasztalatot cseréljenek, hogy megosszák egymással a tudásukat, a szakmaiságukat, hogy megismerjünk új technológiákat, megismerjünk új embereket és vállalkozásokat azokon a területeken, amin dolgozunk, hogy motiváljuk a gyermekeinket, hogy egy kicsit előrébb tudjunk látni, hogy át tudjuk adni a következő generációnak azt a fajta tudást, ami bennünk van, és azt gondolom, hogy ezen a területen így akkor van keresnivalónk. Igen, és ebbe belefér az is, hogy vendégek, illetve meghívottak akár messzebbről is érkezhessenek? Feltétlenül, mert a határon átnyúló együttműködéseknek alapfeltétele az, hogy találkozzanak ezek az emberek. Van egy olyan mondás, hogy Magyarország az egyetlen a világon, aki saját magával határos, és mi ezt kihasználva építjük a nemzetköziségét a Szent Lőrinci Gazdanapoknak. Azért sok támogató, sok ember kell ahhoz, hogy egy ilyen vásár összeálljon, akár programban, akár a terület, illetve hát az események lefolyásában biztosítani kell azt a biztonságot, ahol tényleg szívesen jönnek az érdeklődők. Kik segítenek önöknek? Kik azok, akikre támaszkodhatnak ebben? Tehát a szakmai támogató partnereink között kiemelném a Pécsi Tudományegyetemet, ezen belül is a Vidékfejlesztési Kart, azon kívül természetesen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Baranya megyei TESZÖV, akik segítenek lebonyolítani az agronaplóval közösen kitalált és már felépített gazdanapok ászai programsorozatunkat, és a Mezőgazdasági Magazin, akik a fő médiapartnereivé váltak az idei évtől a gazdanapoknak. Én sok sikert kívánok a 26. gazdanapok lebonyolításához is. Jó időt, és hát sok látogatót, és sikeres vásárt. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy beszélgetettünk erről. Nézőinek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, minden jót.